a Rákóczi szabadságharc. Tehát végül is egy elhúzódó polgárháború volt, ahol azt tartják egyes mértékadó orvostörténészek, hogy tulajdonképpen a kuruc és a labanc hadsereg közötti higiénés viszonyok döntötték el, ugyanis az ivóvíznek a minősége, a labanc idézőjel művelt nyugat-dunántúli területeken, most maradjunk szimplifikálva itt, illetve a kurucok között más és más volt. A kurucok által használt ivóvíz tele volt hepatitis A vírussal, ami ivóvízzel terjed, és rendkívüli módon legyengítette sok halott, krónikussá vált, meghaltak. Szemben a labancokkal akkor jobbak voltak a higiénés viszonyok. Tehát az elhúzódó polgár anyagháború volt tulajdonképpen, és az emberveszteség.